Sziasztok, ez itt a Shark Bite, és a mai edzésünk pedig két révén, egy mell, egy oldalsóvál és egy triceps edzés. Gondolhatnátok, hogy mondjuk mondhatnátok, hogy mi a igazi különbség a többi edzés között és ekedzés között. Én azt szoktam mondani, hogy a testépítés a legunalmasabb, ám de egyben a legizgalmasabb sport. Ugyanis azért unalmas, mert hogyha jól csinálod a sportot, akkor mindig ugyanazt fogod edzeni. Szoktam volt mondani, hogy a futás is unalmas, mindig ugyanazt csinálod. Tehát futsz. Itt azért hosszabbak a periódusok adott esetben fekvenyomásnál, vagy egy oldalemelésnél, vagy tricepsnél, vagy bárminél. Viszont kell tudni, hogy a jó sport az mindig unalmas. Attól, hogy változatos a környezet, itt pedig nem változatos a környezet, igazából én nem mondanám azt, hogy unalmas, hiszen hogyha minden héten adott esetben úgy csinálod az edzést, hogy mit csináljuk, vagy ahogy én csinálom, ez izgalmassá teszi. Mi ez pedig? Ez pedig a progresszív terhelés, ami azt jelenti, hogy minden egyes héten tovább kell lépned az előző heti súlyaidnál, illetve előző heti terhelésnél. És a legfontosabb az, hogyha tovább tudsz lépni, akkor utána is tovább kell lépni. Létre kell hozni egy periódust, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hetet. Meg kell nézni, hogy hány hetet kell pihenned, ahhoz, hogy hány hetet edzél. Ez az egésznek a periódusa. És nyilván be kell rakni pihenési fázisokat, mert kifárad a szervezet. Ahogy láttátok, én most egy lábhengerezéssel kezdtem, ugyanis tegnap lábedzésem volt, és megint emeltem a súlyokat, ami azt jelenti, hogy ilyenkor olyan szinten be vannak állva, hogy a mai fekvenyomásnál nem biztos, hogy tudnék talpalni, illetve tudnék támaszkodni. Úgyhogy először azokat gyúrtam át, utána elkezdtem a felső részemet, a mellvál hátvonalat és a könyökvonalat bemelegíteni, és ma így lesz, hogy pedig a múlt heti maximumot megpróbálom valahogyan túllépni, az ismétlés szám ugyanannyi, a sorozatszám mindegyikben ugyanannyi, és meglátjuk, hogy ma mire leszek képes. Gyertek velem! Itt mind engem néz. Azt akarják, hogy elbukjak. Mindenki azt akarja, hogy elbukjak. Ezért ha meg kell csinálnom az elképzelt súlyaimat, tovább kell lépni. Nem szabad elbukni. Meg kell mutatni nekik. Ne nézzetek! Ne nézzetek! Hogy merre áll. Ez olyan, mint balra vagy jobbra teríted. De igazából nem. Nekem ez az egyetlen egy babonám. Fekvenyomáskor vagy bármilyen gyakorlatkor. Hogy mindig a szorító füle az előre álljon. Hát, hogy szokták mondani? Ha röbbi játékosok fordítva veszik fel az alsóandrágot, a férfiak balra rakják el a izét. És én meg nyomáshoz, eredményes nyomáshoz előre rakom le a szorítót.
Szóval... Megvan a fekvenyomás. De majd nem sok mindent lehet erről tudni. De lesz egy programunk, ami márciusba indul. Március közepétől. Ami kicsit ugye nyára felkészít mindenkit. Így előre nézve, hogyha úgy gondoljátok, akkor mindegyik közösségi média felületen meg lesz hirdetve, de várjátok, mert ez egy 8-12 hetes program lesz, meglátjuk, hogy melyiket fogjuk választani, és ez meglátjuk, hogy hogyan fog működni, de várjátok mindenképp március közepe egy új program. Triceps-enyomás és volt egy oldalemelés. Ahogy mondtam az elején, én a progresszivitás elméletében, illetve a progresszivitás elvében hiszek, és azért is csinálom. Nagyon sokszor írtam már cikket arról, hogy az izom nem attól nő, hogy össze-vissza futkarászunk, nem attól nő, hogy szuperszettet csinálok, nem attól nő, hogy köredzést csinálok, én szerintem, hanem attól, hogy minél nagyobb ellenállást használunk, tehát minden nagyobb súlyt használunk, annál nagyobb lesz az alkalmazkodó képessége, és ennél annál nagyobb lesz az izom. Nyilván én nem azt mondom, hogy csak ez az egyetlen egy dolog jó, hanem azt mondom, hogy nekem ez jött be, és nyilván biztos vannak nagyon sok olyan testépítő és sok olyan klasszikus testépítő, akinek másfajta elméletek jönnek be, legyen az szuperszett, legyen az köredzés, legyen az bármi. Hogyha az bejön nekik, és ezáltal tudnak fejlődni évről évre, és egyre nagyobbak lesznek, és egyre jobb minőséget tudnak hozni a színpadon, akkor az tökéletes nekik, az bevált. Én a saját edzetteimen és a saját tapasztalatomat igénybe véve, azt a 25 év tapasztalatot, én úgy gondolom, hogy a progresszivitás az, ami megoldás nyújthat bármilyen edzésre, illetve a növekvő súlyok. Ahogy láttátok ma, én nem vagyok erős testépítő, én magamról azt mondom. Nyilván 130 kilóban nyomtam 6-okat, 115-ben nyomtam 10-et, 122 félben nyomtam 8-okat, ha jól emlékszem. Ez mindenképpen előrelépés a múltkori edzéshez. A tárogatást azt nyilván az már maximumon voltunk, azt nem tudom emelni. Aztán az oldalemelést azt megpróbáltam emelni, azt pont ugyanazon a szinten tudtam hozni, mint múlt héten. És a triceps-enyomást pedig tudtam emelni, úgyhogy a mai edzésnél azt mondanám, hogy eredményesnek hiszem. Ez volt a ciklusunk, a negyedik ciklusunknak a harmadik hete, még van egy hét. Úgyhogy a jövő hét lesz az igazán kemény hét, a jövő hét lesz az a hét, amikor teljesen szét fogom magam küldeni. És utána jön az várva várt egy darab hét, amikor pihenünk. Nem tudom, hogyha nektek van valami olyan, ami bejön, azt írjátok meg ide mindenképpen a videó alá.
illetve hogyha van valami kis tapasztalatodok, azt én szívesen fogadnám és elolvasnám, illetve hogyha tudnék, akkor válaszolnék is rá. Úgyhogy nyugodtan, szóval bármilyen kis tapasztalatok van, kis történetetek, vagy bármi, ami bejött, azt nyugodtan írjátok ide lentre a videó alá. Ne felejtjétek belájkolni ezt a videót, kövessetek minket mindenképpen, és várjátok a márciusban megjelenő nyárra készítő programomat, mert szerintem érdemes lesz megnézni. Kövessetek mindenhol a közösségi oldalakon, mert ott fogjátok látni ennek a megjelenését, illetve a frissítéseket. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy ma voltatok, ez pedig a Sárvák volt.